Száz André Kertész válogatás egy világhírű magyar fotográfus életművéből címmel nyílt kiállítás a Sepsiszentgyörgyi Gyárfás Jenő képtárban. André Kertész Robert Capával, Márti Munkácsival és Moholy Nagy Lászlóval együtt a múlt század 20-as, 30-as éveiben nyugaton szerencsét próbáló magyar művész nemzedék tagja volt. A kiállítás André Kertész 7 évtizedes pályafutásának mind a négy jelentős korszakát végigköveti. A fotográfiai tárlatot Magyarország Sepsiszentgyörgyi Kulturális Koordinációs Központja szervezte. A fotókópiák a Kecskeméti Fotográfiai Múzeum gyűjteményéből származnak. Nem a szalonok számára csináltam felvételeket, és nem is azért, hogy ezüstérmet nyerjek velük. Őszinte akartam maradni önmagamhoz, bármennyire is nagy volt a kísértés, idézte André Kertész hitvallását a tárlatnyitón Henning János sepsiszentgyörgyi fotográfus. A múlt század elején ő volt az, aki áttért az ilyen piktorialista ábrázolásmódról a realisztikus ábrázolásmódra. Annak idején a folyóiratokban ilyen festményszerű fényképek jelentek meg. Ő pedig nagyon fontosnak tartotta azt, hogy a fényképein az arcok sok tónusból álljanak, az igazságot mutassa meg az a fotográfia. Hitt abban a kínai közmondásban, hogy egy kép többet ér ezer szónál, és ez így igaz, minden fényképe elmeséli azt a történetet. Kertész 1925-ben hagyta el Magyarországot, hogy pénzt keressen Párizsban. Sokáig az ott gyülekező magyar emigráns művészek körében töltötte idejét, ám viszonylag hamar fotós megbízásokat kapott neves magazinoktól. Az akkor készített Torzítások című sorozata világhírűvé vált. Torzításokat még Franciaországban volt, amikor egy németországi női magazin kérte fel egy aktsorozat elkészítésére. És akkor ilyen tükörben tükröződő aktok képét fényképezte. Ez a sorozat annak idején nagyon megtetszett a folyóiratnak, el is határozták, hogy majd egy albumot adnak ki, viszont ez csak 40 év múlva sikerült. A második világháború elől Amerikába megy. New Yorkban azonban nem értették újszerű ábrázolásmódját. A Life magazin munkatársai azt mondták, túl sokat beszél képeivel. Amerikában 30 évet kellett várjon arra, amire Párizsban elég volt egy év. A szakemberek azt mondják, hogy a fényképezésnek olyan sajátos technikáját alkalmazta, amit ő előtte kevesen. Tehát például ő a fotoriportnak, mint műfajnak a megalapítója. Egyébként az ő élete az egy tipikus 20. századi élet volt. Annak ellenére, hogy az amerikaiak nem fogadták be, Kertésznek az élete valójában tökéletesen megtestesíti azt a néha számunkra idegen amerikai mentalitás, hogy soha ne add föl. Mert ugye 40 évet várt arra, hogy megjelenjen egy fotóalbuma, ami aztán világhírűvé vált, akkor 36-64-ig várt Amerikában, hogy megjön az elismerés, ami aztán 64-ben megjött, és akkor még további 24 évet alkotott nyugdíjasként teljes erőbedobása, ami azt mutatja, hogy a késő öregkor sem jár feltétlenül szellemi hanyatlásra, hanem új impulzusok érhetik az embert. Tehát Kertész egy kiváló művész volt. 1963-ban a Velencei Biennálén nagy díjat nyert. Ennek hatására hajt fejet az amerikai fotós világ és szervez kiállítást Kertésznek a New Yorki Museum of Modern Arts-ban. Végül az igazi elismerést 1965-ben kapta meg, amikor az amerikai fotóművészek társasága tiszteletbeli tagjává választotta a következő ajánlással. A fényképezés nagy úttörőjének, aki munkásságával minden fotóriportert adóssává tett. A világhírű magyar fotós alkotásait március 4-ig lehet megtekinteni Sepsiszentgyörgyön. Ezt követően Brassóba, Szebenbe, majd a Szófiai Magyar Házba vándorolnak.